Feszült légkörben kezdődött a G20-ak tanácskozása Balin. Több résztvevő is élesen kritizálta Oroszországot a háború miatt, mire Szergej Lavrov orosz külügyminiszter elhagyta a helyszínt. Közben Vlagyimir Putyin egy moszkvai rendezvényen azzal vádolta a nyugati országokat, hogy cselekedeteikkel csak a konfliktus éleződéséhez járulnak hozzá. A reggeli plenáris ülésen még a többi 19 külügyminiszter társaságában vett részt Szergej Lavrov is. Közben azonban kiderült, többen bojkottálták a közös fotózást és a díszvacsorát is, ha azon az orosz diplomácia vezetője is részt vesz. Ezután az orosz külügyminisztérium szóvivője jelezte, Szergej Lavrov az újságírók elé áll, majd távozik Baliról. Agresszornak, rablónak, megszállónak neveztek minket, és követelték, hogy azonnal állítsuk le a hadműveleteket, magyarázta döntését Szergej Lavrov. Szerinte ilyen örjöngően orosz ellenes légkörben nem lehet a gazdasági válság megoldásáról tárgyalni. Pedig a vendéglátó Indonézia külügyminisztere szerint lett volna esélye arra, hogy tárgyaljanak akár a békéről is. A G7 országok képviselői szerint Lavrov távozása azt jelzi, hogy az oroszok valójában nem akarnak tárgyalóasztalhoz ülni. Az orosz kormány elutasította, hogy az ENSZ szerepet kapjon a gabona exportról szóló tárgyalásokban. Az orosz kormány képviselői itt több időt töltöttek a tárgyalótermen kívül kétoldalú találkozókkal, mint azon belül. Nem vettek részt az élelmiszerválságról szóló tanácskozáson sem, összegezte a G7-ek véleményét a német külügyminiszter. Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter szerint viszont eleve felesleges, sőt káros volt meghívni Oroszországot a tanácskozásra. Őszintén szólva, mindazok után, amit Oroszország az elmúlt fél évben tett, semmiféle nemzetközi szervezetben nincs helye. Egyetlen helyet tudnék ajánlani nekik, a vádlottak padját a Nemzetközi Bíróságon, jelentette ki az ukrán diplomácia vezetője. Eközben Vlagyimir Putyin a Kreml képviselőihez intézett beszédében csütörtökön azzal vádolta nyugati országokat, hogy cselekedeteikkel csak a konfliktus éleződéséhez járulnak hozzá, majd újfent felszólította Kijevet az azonnali megadásra. Az orosz elnök úgy fogalmazott, a nyugat az utolsó ukrán emberig akar harcolni velünk. Meg kell értsék, ezt a folyamatot már nem tudják megállítani, és a nyugat abbéli próbálkozása, hogy a saját képükre alkossák a világrend, eleve kudarcra volt ítélve, jelentette ki Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök kijelentette, igazán még bele sem kezdtek a háborúba. Míg a korábbinál sokkal élesebb szavak hangzottak el, a frontokon sokkal nyugodtabb a helyzet, mint akár egy héttel ezelőtt. Mindkét fél a hatalmas vérvesztességgel járó donbaszi csata után újra rendezi sorait. A tüzérségi párbajok viszont folytatódtak,